Új üdvözlőtáblák köszöntik a Paksra érkezőket. Júniustól új információs táblákon tájékozódhatnak az ide érkezők a város több pontján. Ennek folytatásaként helyezték ki a négy modernebb táblát a Paksra bevezető utak mellé. Megújult a város arculata is, és hát ennek keretében az új üdvözlőtáblák is már az új arculatot tartalmazzák. Ami még nagyon fontos, hogy ezek az üdvözlőtáblák négy nyelven üdvözlik a városba érkezőket, ugye magyar, angol, német és orosz nyelven. Az üdvözlőtáblákat a városban négy helyen, a hatos főút mellett kettőt Budapest és Szekszárd irányába, egyet a Fehérvári út, egyet pedig a Kölesdi út mellett helyeztek el. Ezen kívül lecserélték az ÖMV útnál felállított útbaigazító táblát is. Ezzel a mai kornak megfelelő és egységes lett a városi statikus táblarendszer. Miután a szerkezetük egy nagyon stabil szerkezet, ezért ezeknek a külcsínét 2-3 évente szükségszerű lecserélni, nem csak azért, mert az időjárási körülmények miatt ezek kifakulhatnak, illetve hát sajnos sok esetben emberi rongálás áldozatává válnak, hanem mert egyébként is a frissesség és a dinamikusság azt kívánja, hogy 2-3 évente ezek a felületek megújuljanak, viszont ezeknek a költsége már minimális ahhoz képest, amikor a szerkezetet kell megvásárolnunk. Az ÖMV kútnál lévő tábla egyedülálló a városban, hiszen annak van a legnagyobb felülete. A táblán térkép található, illetve a paksi látnivalók fényképes és szöveges bemutatása négy nyelven. A Turistinfo a jövőben szeretne elektronikus információs pultokat is kihelyezni a város pontjain, valamint a tervek szerint a Paksot bemutató ingyenes kiadvány is megújul.